Ne zavarják a műsort, erre később lesz lehetőség. Köszönjük!
Istenem! Hiába mondom. Hagyvászok. Addig nem kezdhetjük el a műsort, míg le nem fáradnak erről a térről. Kérem, fejezzék be a fényképezést, illetve a virágok átadását. Köszönjük! Oh, hello! Hallgassák meg Jobbágy Károly az Elhagyott repülőgép című versét. Elmondja Babosi Tünde. Jobbágy Károly az Elhagyott repülőtér. Hát magából mi lett? Az Atomkutató Intézetben dolgozom. És ön, fiatal barátom, TV-riporter vagyok. Ő meg filmrendező lett. Most jött haza amerikai tanulmányútjáról. És a tanár úrkod? Nézd meggyöngült két szememet, kísért és figyelmeztetett. És az, amiről hittem, szán titokban, mint ki fiók a madarat röptet. Zárt markom szétnyitottam, mondtam. Szállj! Próbáld! Erős vagy már! Elkaplak, hogyha elfáradtál. Ne így, ne úgy! Most jön. Látod? És veled szálltam át, nem világot, csak az iskola udvarát. Körözve tanár... Kedves vallagó diákok, tisztelt vendégeink, iskolán tantestülete és tanulóink! Szeretettel köszöntöm mindnyájukat a Korány Frigyes Gimnázium 1996-97-es tanévének, útválasztásnak a korábbiaktól nagyobb a tétje. Felnőtt életetek egészére kihat döntésetek. Ki hamarabb, ki később, az élet természetes rendje szerint a szülői mintát is követve a társadalom alkotó tagjává válik. Legtöbbőtöknél a munkán kerülő, a kötelességet ismeri, ugyanakkor követelődző szemlélet rengeteg nevelési problémát ad. Csak remélni tudom, végzős diákjaink elkerülik az élet buktatóit, okulnak egyesek hibáiból, tragédiáiból. Sajnos olykor a kísértés erősebb, mint az intőszó. Nagyszerű érzés tanárként látni a szépen felsorakozott osztályokat. Látjuk a munka gyümölcsét, láttuk azt, hogyan lett a félénk elsős kisdiákból önállóságra képes, érett ifjú ember. Mikor az érettségi vizsgák után elhagyjátok iskolánkat, egy kis részt belőlünk is magatokkal. Igen van, szüksége lesz mindannyiótoknak. Bízzatok magatokban, és teremtsétek meg álmaitok világát. Végül négy végzős tanulónknak a gimnáziumi évek alatti folyamatos kiemelkedő tevékenységért jutalmat szeretnék átadni. Csillag Zita, 4. B-osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért, matematika és kémia tantárgyakban elért országos sikereiért.
és az iskolai rendezvényeken való szereplésért. Gyányi Rita 4. A-osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért és a biológia OKTV-n való többszöri kiváló szerepléséért. Kanda Gabriella búcsúztatja a végzősöket. Ezt követően a 4-esek átadják az iskola zászlaját. Ne felejtsed, adnak emlékül az itt maradó diákoknak. A virágtűzés ünnepi pillanatai következnek. Kérem a hozzátartozókat virágok átadásával, fényképezéssel, videófelvétel készítésével ne zavarják a műsort. Mindezt a virágtűzés után lehet megtenni. Thank you.
Nagyon igyekeztem, bár azt mondom, hogy már egy jó, hogy ez van a bollem arra. Gratulálok, én Köszönöm. Jaj, köszönöm. Köszönöm. Hogy vagy? Egyedes. Isten belőle. Figyelj, anyám még nem érnek ide. Jönnek? Én marad a helyén. Pedig maradj el. Köszi. Mindig bókáztál. Soha nem adom a hóvat kellett, ma mindig más. De még többen figyelmeztetés, dohányzásért, szemetelésért és a kötelező programról való hiányzásért. Egy szóval, hasonló tapasztalatokat szerezhettünk, mint amilyenek a nagybetűs életben várnak ránk, amelybe kilépünk. Magunk sem hittük el pár évvel ezelőtt, hogy eljutunk idáig, de mégis itt vagyunk. Ebben nagy szerepet vállaltak tanáraink, akiknek ezennel szeretném megköszönni kitartó munkájukat, megértésüket. Igen gyakran éreztük fölöslegesnek az ismereteket, amiket kisebb-nagyobb sikerrel próbáltak a fejünkbe verni. Ha annak idején másképp gondoltuk is, ez mindenképpen hozzájárult testi, lelki, szellemi fejlődésünkhöz. Itt szeretném megemlíteni kedves szüleinket, akik szeretetükkel és gondoskodásukkal lehetővé tették számunkra, hogy sikerrel vegyük a néha leküzdhetetlennek tűnő akadályokat. Az itt maradó diáktársaknak üzenjük. Sokféle lehetőségetek van arra, hogy kilépjetek a gimnázium ködelékéből, de még mindig a ballagás a legünnepélyesebb módja ennek, és csak kitartás kell hozzá. Talán igaznak érzitek a szállóigét, ígéretföldje az, ahol éppen nem vagyunk, de pár év múlva már ti sem itt lesztek, és megváltozik a véleményetek, ahogy a miénk is. Az utóbbi napokban többször is énekeltük, most hangozzék el utoljára. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Jetzt möchte ich von unseren Lehrern Abschied nehmen, die uns ihre Fächer in deutscher Sprache unterrichtet haben. Wir haben diese Schule gewählt, weil wir die deutsche Sprache so gut wie möglich erlernen wollten und sie haben uns nicht nur die Sprache, sondern auch andere Lebensauffassungen und Gewohnheiten vermittelt. Wir danken Ihnen für die gewissenhafte und wertvolle Arbeit und für die Toleranz unseres Andersseins. Oft empfanden wir so, dass Sie weniger Faktenwissen von uns verlangten, als wir es in der Regel gewohnt waren, aber jetzt wissen wir schon, das war nicht wenig,
nur die Erde Wissensvermittlung war anders. Diese Erkenntnis bestätigten auch unsere Erfahrungen bei Besuchen in deutschen und österreichischen Partnerschulen. Wir sind Ihnen für die Mitwirkung bei der Durchführung dieser Austauschprogramme dankbar. Einige von uns konnten mit Ihrer Hilfe an Seminaren und Konferenzen im Ausland teilnehmen, wie zu denen Sie sonst kaum die Gelegenheit gehabt hätten. Sie haben dazu beigetragen, dass wir wertvollere Menschen geworden sind, wie das Sprichwort lautet, jeder Mensch ist so viel wert, wie viel Sprachen er beherrscht. Also, danke schön. Köszönöm szépen. Búcsúzóul, kedves végzős diáktársaink, fogadjatok el jelképes ajándékként egy rózsaszálat. Garai Gábor versét elmondja Boros Anna Mária. Garai Gábor, rózsa, földi szentél. Ez a rózsa, ha porcelánból volna, micsoda bágyú gicsbe fagyna, ugyanaz a lany teaszín, a sugaras vörös erezet, a szűz szirom, a gyöngypermet a csöbb bolyokon. Mély torz volna ragyogása is, mély esetleges és hamis. Mert nem attól szép és igazi, hogy kelyhét így csak ő bontja ki, hogy porzói záporoz gyönge rostjaiban az idő, hogy levágottan is egyre nő, hogy most ilyen, s egy perc múlva más, hogy szüntelen lázas virulás, hogy elhúl, s többé nem teremt, eleven mással már sohasem, hogy nem örök benne semmi, csak az ezer halandó változat. Lényegét, ha kőbe költenéd, ne testét, mint az életét, illatát, mely olyan illanú, mint...
az útnak bátran. Búcsúzunk és elmegyünk, amíg ide.